Következő vendégem Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta Jó reggelt a kívánok! meghívásunkat. Tehát hadd kezdjük azért ezt a beszélgetést egy tiszteletadással, és bár ugye ennek megvan a szomorúsága, de fontos azért, hogy arról beszélgessünk egy kicsit, hogy ön is ott volt Demján Sándornak a temetésén, ugye 75 éves korában hunyt el. Hát mindenki egyöntetően úgy fogalmazott ugye az ő megemlékezésén, a temetésén, hogy hatalmas nagy űrt hagyott itt, hiszen fantasztikus teljesítmény állt mögötte. Ő mit emel neki? Hát én az a baj, egy műsor ehhez rövid, hogy elnök úrral hosszan beszélünk. Talán így mondanám, hogy a vállalkozói körben nem kell sokat magyarázni, hogy ő ki volt. Mindenki tudja, hogy egy kiemelkedő tehetségű, szorgalmú, és a vezetői készségei fantasztikusak voltak. A másik, amit nagyon fontosnak tartanék elmondani, hogy nem élt a tőke rabságában. Hát rengeteg pénzt keresett életében, rengeteg beruházása van, ezt megint nem lehet végigmondani, maradandó alkotásai vannak, de minden egyes döntése mögött ott volt a humánum, az ember. Ez az ember olyan tiszteletteljes és kedves hangon tudott beszélni a legegyszerűbb munkás emberekkel, a legegyszerűbb paraszgyerekekkel, akiket egyébként tízezreit iskoláztatott a saját vagyonából. Ez egy rendkívül jó ember volt. Tehát mondom, nem, én egy picit ugye hatás alatt vagyok, mert nagyon közel állt hozzám elnök úr, nem csak mint munkáltatom. Egy rendkívül jó ember volt, és ha megengedi azzal a félmondattal, ha nem befejezném, mert mi nagyon sokat fogunk róla emlékezni, az, hogy milyen örökséget hagyott ránk, az lehet még a beszélgetésünk további témája, hogy milyen VOSZ-nak kell lenni utána. Meg hát ugye 12 évet dolgozott. Igen, 12 évet dolgozom, hogy közvetlen munkatársaként. Amúgy barátok voltak? Tehát összejártak munkán Nem. Voltak olyan események, ahol Demján úr megtisztelt azzal, hogy meghívott. Nekem nagyon érdekes helyzetem volt, én akkor kerültem a VOSZ-ba, amikor elvesztettem az édesapámat. Nem volt akkor a korkülönbség közöttünk, de ilyen nevelőatya, mentor, néha egy kicsit, amikor éppen az ember elpillan, akkor tehát egy bensőséges viszonyom volt elnök úrral, és ez nagyon megtisztelt, és nagyon sokat segített nekem ebbe a rendszerbe, az eligazodásba, és talán még egy, ami nekem most, ha megengedő, személyesre fordítsam, azokban a harcokban, és Demján úrra mindent lehetett mondani, nem volt konformista, hogy azokban a harcokban, amit belementünk az elmúlt 12 évben, nekem óriási nagy támasz volt, hogy ott áll mögöttem egy nagy tekintélyű, a munkájával, a sikereivel, és azt mondta, csináld. De az a mondat, amit szerettem volna ezt a kört befejezni, és mindenképpen szeretném, hogy nagyon sokan hallanak ebbe az országban, amikor a vállalkozókról pejoratív megjegyzéseket tesznek, hogy neki volt egy mondása, és nekünk mondta mindig, hogy kicsit fel is emelte a kezét, hogy ha tele van a zsebetek, akkor legyen tele a szívetek. Uh-huh. Én ezt egy életre elpakoltam. És ő ezt meg is valósította. Ezt maximálisan. Saját díjával, amit van, létrehozott, megalapított, ez így van. Tudja, nagyon sok követendő példa van az ő életében, és én kívánom önnek is azt, hogy ezeket a példákat legalább terjessze Demján Sándorra kapcsolatosan. Ha nem nagy képviség azt mondani, hogy ha ezt az örökséget szellemi értelemben a VOSZ főtitkáraként én ezt akár a fiatalok középkorúak és idősebbek közt, főleg ebben a világban, amikor, hogy mondjam, annyi senki van, és ő meg volt valaki, és ezt mindenki tudja, akkor ezt én azt gondolom, hogy ez nekem egy missziómnak kell, hogy legyen az elkövetkező hosszú-hosszú években. Örülök annak, hogy ezt mondja. És hogy ne is vigyük el mondjuk túlságosan érzelmes területekre ezt a beszélgetést, de hogyha abból indulunk ki, és hogyha mind a ketten hiszünk a túlvilági élet valamilyen szintjében, még az is lehet, hogy ő figyelemmel kíséri akár az ön munkáját, tevékenységét. És akkor most beszéljünk most egy kicsit erről. Az a szellemi örökség, ami a vállalkozókat érintheti mondjuk a következő időszakban, az milyen lesz? Mert ugye azt tudtuk, hogy a politika, a gazdasági élet szereplői azért mindig kikérték az ő véleményét. Hogyan tovább például Magyarországon a vállalkozók területén? Milyen adórendszerre lehet most számítani ön szerint például a jövőben? Hát én nem is állom, az, hogy milyenre lehet számítani, miután leírt kormányprogramot nem nagyon láttunk, inkább azt mondanám önnek, és itt is vissza tudom hozni a Demjáni irányvonalat, hisz mi még a választások előtti időszakban tárgyaltunk arról, hogy mit fogunk kérni, ha szabad egy kicsit udvariatlannak lennem, követelni a magyar kormánytól. Az egyik követeltek. Hát amit nagyon sokszor el is mondtunk, és ígéretünk is volt rá, tehát olyan dolgokat szoktunk kérni, amire úgy gondoljuk, hogy van vevő is, a közszolgálati reform.
az, hogy Magyarországon az állam nem foglalkoztathat 1.300.000 embert, mert mindaddig, amikor ekkora állami vízfejet kell eltartani, addig az üzleti szférában a versenyképességről teljesen fölösleges beszélni. De erre volt is koncepció, erre volt, kezdeményezés. Csak nem valósult meg. Na most megértettük azt, hogy egy választás előtt 1-1.5 évvel az állam, ahol munkáltató nem fogja elbocsájtani a munkavállalóit, azért mi is láttunk már politikai kampányokat, de most, hogy megtörtént, most az első pillanattól kezdve a közszolgálati reformot, a vízfej csökkentését, racionalizálását és ezeknek az embereknek átemelését az üzleti szférába, ahol egyébként munkaerő hiány van, ezt a VOSZ markánsan szakmai alapon fogja hangsúlyozni. Mit mondott annak idején Denmeyer Sándor ezzel kapcsolatban, hogy hány százalékát kellene akkor a közszférának leépíteni, és mondjuk átdelegálni a versenyszférába? Ennek úr 253.000 ember nagyságra, de az 1.300.000, most visszaosztjuk durván az egy negyedét. Ez nagyon sok. Ez nagyon sok. Ennek a kockázatát kivállalnád? Beszélhetünk kockázatról, de hát hozzátettem az előbb is a másik fejt a dolognak. Ha az üzleti szférában azt mondjuk, hogy 250.000 ember hiányzik a piacról, persze tudom, hogy mechanikusan a 250.000-t nem lehet összehasonlítani, de azt lehet mondani, hogy ebből a 250.000-ból, akikben van affinitás, akik vállalkozni akarnak, akik egy új életet akarnak kezdeni, egy karrierhit segítségével át kell segíteni őket az üzleti szférában. Ezt emlékeim szerint egyébként pár évvel ezelőtt Lázár János 2015 decemberében a Vállalkozók Országos Szövetségének az emléknapján, a Prima Primissima ünnepség előtt, miniszter úr elmondta 800 vállalkozó előtt, és Demján úr ott köszönte meg, és azt mondta neki, és mi is mondtuk miniszter úrnak, hogy zene a fülünknek. Utána ezt Csepregi miniszterhelyettes úr többször megerősítette. És akkor miért kezdtek ebbe bele? Ehelyett az történt, szerkesztő úr, hogy már 2016-ban 30.000-rel nőtt az állami alkalmazottak száma, de hogy még egy számmal kínozzam, nem csökkentették, nő, hanem inkább. És azt mondanám önnek, 2010-hez képest a minisztériumi alkalmazottak száma meg duplázódott 8 év alatt. Tehát pont az ellentétes folyamatot látjuk. Ez egy alapkérdés a VOSZ-ba, ez a demjáni örökség része, hogy ezt a dolgot végigverjük. A másik kérdés a foglalkoztatásnak egyéb kérdései, tehát az, hogy a közfoglalkoztatásból minél több ember szintén ugyanebből ebből az inkubátorból átemelni az üzleti szférába. A harmadik ilyen nagyon fontos kérdés, amit tovább szeretnénk vinni, hogy az elmúlt 8 évben a társadalmi párbeszéd, a szociális dialógus igazából takaréklángon égett. Mi azt várjuk a magyar kormánytól, ha megalakul, húzza meg az alapvonalat, húzza meg az oldalvonalat, és határozza meg újból a társadalmi párbeszéd határait, hogy a gazdasági érdekképviseletekkel ezeket a feszítő dolgokat végigbeszélhessük. És olyan koncepciók, tervek nincsenek az önök fejében, hogy akik már mondjuk vállalkoznak, azok tisztában legyenek azzal, hogyha lesznek újabb munkadói, vagy munkavállalói, ugye tulajdonképpen akiket felvesznek, alkalmazásba vesznek, kedvezőbb adórendszer, járulékrendszer kapcsolódjon hozzá, oda tudjanak adni mondjuk több százer forintos fizetést, hogy ne menjenek el külföldre dolgozni. Akkor rögtön folytatnám tovább. Először is most hallottuk már miniszterelnök úrtól, egy kicsit kitérő, de azért fontos, a Modern Falu program. Tehát azt gondoljuk, hogy a vidéki foglalkoztatást központba kell hozni. Kettő. Látjuk a mostani béremelési ütemnél, ami persze a munkavállalóknak kevés, de vállalkozóknak kifizetni nem könnyű, hogy a munkavédelmi akcióprogram, ami 13 óra működik, a járulékcsökkentéseket intenzívebbé kell tenni. Ha azt akarja a magyar állam, hogy a bérek hát nem hogy versenyképesek, csak közelítsenek a nyugat-európai bérekhez, de legalább a szlovák bérekhez. Na és akkor mennyivel kellene a járulékokat csökkenteni? Azt gondolom, hogy a mostani megállapodás, ami évi 2-2,2%-os vállalkozói munkatehert csökkenést jelent, ezt föl kell gyorsítani, ezt a 4-5 éves távlatot 1-2 évre le kell hozni. Különben a kicsik tönkre mennek ebbe a versenybe. Még egy gyors választ, legyen-e arányos adórendszer Magyarországon? Az adórendszer most is arányos, csak kérdés, hogy az arányt elfogadjuk, én az egykulcsos adórendszerről beszél. Hogy most kizérhetnék a válaszra, hogy nem a munkaadókat érdekli a személyi jövedelem adórendszer. Az adórendszer az értékválasztás. Ez a rezsim, ez a kormány az elmúlt 8 évben azt választotta, hogy nem a szolidaritás elemet erősítette a személyi jövedelem adórendszerben, hanem inkább az egyszerűségét és az ösztönző rendszerét. Tehát az üzleti szféra az egykulcsos adórendszert el tudja fogadni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm, hogy elhívott.